A Fehérgyarmat központjában található épület több szolgáltatásnak is otthont ad, így a központi orvosi ügyeletnek is. Most ezt az épületrészt újították fel topos forrásból. Azt lehet elmondani, hogy a központi orvosi ügyelet 50 település lakosságának biztosít egészségügyi alapellátást, tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen 38 ezer embernek az ellátását biztosítja. Itt természetesen nem mindegy az, hogy milyen körülmények között látják el a betegeket, illetve az sem mindegy, hogy az itt dolgozó orvosok és egészségügyi szakdolgozók milyen körülmények között tudnak dolgozni. Kezelőket, pihenőszobákat, új konyhát és mozgáskorlátozott mosdókat is kialakítottak, ezen kívül új burkolatot is kapott az épületrész, kicserélték a teljes vízvezetéket és az elektromos hálózatot. A terület és településfejlesztési operatív program pályázatainál követelmény, hogy az épületek felújításánál a megújuló energiaforrásokat is alkalmazzák, ezért napelemek is kerültek a tetőre, amelyek az energiaellátás egy részét biztosítják majd. Ez 42 millió forintos támogatás volt. Sok támogatás következik majd. Ugye ez a 2017-es év a pályázatok éve volt. Ha csak azt nézem, hogy év végén a térségemben a kisfalvak az több mint 3 milliárd forintot nyertek, akkor szinte felsorolni is nehéz az, hogy milyen beruházásra fognak következni. Topos pályázatok, tehát területi operatív program, vidékfejlesztés, VP-s pályázatos és a szokásos belügyminisztériumi forrásban megvalósuló fejlesztések lesznek a következők. A központi orvosi ügyelet a felújítás során modern, 21. századi épületté vált. Annak meg nagyon örülünk, hogy mint megyei önkormányzat, hogy a topos források első fecskéjeként az egészségügyi alapellátás fejlesztésére szolgáló források közül lényegében az első átadáson vagyunk itt, tehát most már úgymond a beruházások kézzel foghatóvá váltak. Azok a támogatási döntések, amelyek megszülettek, most már egyre inkább kezdenek majd megvalósulni és testet ölteni, amely bízunk benne, hogy a megyei célok megvalósulását is nagyban fogja segíteni. 2017-ben több pályázati forrást is elnyert Fehérgyarmat, a barnamezés beruházás már elkezdődött, de megújul a kerékpárútrendszer, a piaszcsarnok, valamint a bölcsőde is, és további pályázatok várnak még elbírálásra.